Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Az új belépőkhöz is szólok, meg a régiekhez is. Tehát nemrégiben volt szerencsém egy videót megnézni, angolul volt teljes egészében, és most is azokhoz szólnék, akiknek nincs annyi idejük a neten barangolni, vagy angolul kevésbé tudnak, és inkább röviden élő szóval szeretnék hallani a játékon legújabb dolgokat. A pontosításom arról szól, a videóban az hangzott el angolul, hogy nincsen felejtve a Half-Life 3, és kiemelte, hogy az elsőben leginkább az újdonságra koncentrált a cég, fejlesztő cég, a másodiknál inkább a grafikai motorra, a harmadiknál viszont már úgy fogalmazott az emberke, hogy az mindenképpen kijön, a Source 2 grafikai motor topárta is marad, és senki sem kétségbe, mert érkezni fog, csak dolgoznak rajta, és az még lényeges, hogy a VR sisakra lesz hangolva többek között a játékmenet, ami ha valakinek ismerős, a maximálisan élvezhető virtuális valóság elérése, így olyan fejleszedelhető. Nem mondom extra két jó, de szerintem a régebbi játékosoknak a VR sisak nem azt mondom, hogy rossz, és őket nem azt fogja érdekelni. Természetesen a régi motorosok, akik ismerik ezt a játékot, szerintem ebben nem tudnak belekedni, csak jöjjön már ki a játék. Szóval, ez alig pár nappal ezelőtti hír, és egyelőre én semmi olyat nem láttam volna, hogy a belvárhoz szólta volna játékészítés jogait a Naughty Dognak. Kiadó cégnek továbbra is az Electronic Arts, azaz az EA Games van feltüntetve. Valamint nekem most itt le van írva a dátumok sorában a két dolog, tehát a múltkori videóból kimaradt pár dolog. Először is a mai dátum, ugyebár 2016. február 18-a. És az első verzió ugyebár az volt, hogy a Steamnek a 10. születésnapján megjelenik a Half-Life 3. Nem, az nem jött be. Kérem szépen, az 2014. július vége lett volna. Hát, hiába vártak a rajongók, ahogy én is. Volt egy második esetőség, hogy a Valve meg a 20. születésnapján jön ki a játék. Hát, az sem, mivel hogy az idén augusztusban lenne, és ahogy az előző videóban is mondtam nektek, a játék valószínű megjelenési időpontja az jövő év vége, maximum 2018 eleje, és még valami, amit el nem felejtem. Ha jól tudom, igen, tehát ez a cikk is angolul volt megírva, megjelentetve, és elvileg azt hittem, hogy ami jól látok, hamarosan Valve bejelentésre készülnek. Az nagyon nem mai hír, 3-4 éves, hogy maga a Valve atya is megerősítette, konkrétumokat nem mondhat, de hogyha az a kérdés, hogy látott-e valamit, igen, látott koncepció rajzokat a játékról, és többet nem mondhat. Egyelőre
más újdonságom nincsen. Ezt a videót a többiekkel együtt összekapcsolhatjátok. Mindenki azt nézheti, amelyikre szeretné. Nem az a fontos, hogy én ki vagyok, hanem amit mondok, semmilyen érdek nem vezérel. És mivel én bízok benne, hogy legközelebb már csak akkor jelentkezem, hogyha a játékot viaszadottak, mert arra is tervezek egy tájékoztatót. Mindenkinek szép álmokat, jó bulizást kívánok, és győzzük kívánni a játék megjelenését, mert addig még egy párat aludhatunk. Mindenkinek szép napot kívánok, és sziasztok!